Ezért nem működünk együtt a Szuverenitás Védelmi Hivatallal. A Szuverenitás Védelmi Hivatal igazgatója Pálvölgyi Ákos június 25-én hivatalos levélben tájékoztatta az átlátszót arról, hogy a hivatal, idézem, vizsgálja azon szervezeteket, amelyek külföldről származó támogatás felhasználásával a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenységet folytatnak, vagy ilyen tevékenységet támogatnak. Ahogy írták, szerintük az átlátszó és külföldről támogatott szervezetnek minősül. Ezért a Szuverenitás Védelmi Hivatal egyedi, átfogó jellegű vizsgálatot indít lapunk tevékenységével kapcsolatban. A hivatalos levélben részben olyan adatokat kértek, amelyek bárki számára elérhetőek. Ilyenek például a társasági szerződés, a pénzügyi beszámolók és a közhasznúsági mellékletek. Emellett a könyveléssel kapcsolatos információkat, például főkönyvi kivonatokat, bankszámlakartonokat és a nemzetközi támogatóinkkal kötött támogatási szerződéseket is kérték több évre visszamenőleg. A hivatalnak küldött válaszunkban jogi érvekkel cáfoltuk, hogy válaszadási kötelezettségünk lenne a feltett kérdésekre. Ugyanis a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenység a választási eljárásról szóló törvény értelmében pártpolitikai vagy önkormányzati politikai ügyekben kifejtett politikai kampánytevékenységet jelent. Az átlátszó pedig nem folytat ilyet. Ezért csak olyan információkat tudunk megosztani a hivatallal, amelyeket bárki más megkereséseire is megadhatnánk. Bevételi forrásainkat minden évben közzétesszük a pénzügyi beszámolóink kiegészítő mellékleteiben, és ezekben tételesen felsoroljuk, hogy kiktől mire, mennyi támogatást kapunk az adott évben. Erről hosszú évek óta infografikákat is készítünk a közérthetőség véget. A tavalyi adatokból is látszik, hogy az átlátszó legjelentősebb támogatója a közönség. Több ezer magánszemély segít minket kisadományokkal és az SZIA 1% falajánlásával. A külföldi finanszírozás ürügyén régóta vezzálja az átlátszót a kormánybarát civilegzásztós hajója, a civil összefogás fórum is, ismertebb nevén a CÖF. Legutóbb márciusban tartottak sajtótájékoztatót arról, hogy munkacsoportot hoznak létre a külföldről finanszírozott szervezetek átvizsgálására, külön kiemelve az átlátszót. A kormánypárti propaganda szervezet sajtótájékoztatójáról akkor a Nemzeti Hűrügynökség és a közmédia is hírt adott. Húsz független szerkesztőség viszont közös nyilatkozatban állt ki a sajtószabadság és az átlátszó mellett. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége is állásfoglalást adott ki, valamint az Integritás Hatóság mellett működő Korrupció ellenes munkacsoport civil tagjai is szolidaritási nyilatkozatot fogalmaztak meg. A szuverenitásvédelmi védelmi hivatal vizsgálatának hírére aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Európai Bizottság pedig már februárban bejelentette, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi védelmi törvénycsomag uniós jogba ütközése miatt.